Zsigó Róbert nem tiszteli a bajaiakat. Zsigó Róbert 20 évvel ezelőtt érkezett Bácsalmásról Bajára, 1998 óta a képviselője városunknak és térségének. Ez idő alatt 12 évig kormányon volt, és nem jutott eszébe, hogy Baján a jelenlegi úszoda kicsi is, és meglehetősen rossz műszaki állapotban van. Kellene egy nagyobbat, újabbat építeni, és felújítani a meglévőt. Most mégis a kampányidőszak elkezdődte után jó néhány héttel, mondhatjuk úgy 2 héttel a választások előtt mégis eszébe jut. Hogyha valakinek 20 évig nem jutott eszébe, hogy itt új úszodára van szükség, vajon miért az utolsó pillanatban jut ez eszébe, miért ekkor jut eszébe? Teszem föl én a kérdést, és azt mondom, hogy ez egy kampányfogás. Ezt én alá is tudom támasztani egy kormányrendelettel mégpedig, ami kormányrendelet összehasonlítva egy mellette lévő kormányrendelettel. Nagyon jól látszik, ez itt fölül a bajai kormányrendelet, közvetlen alatta pedig egy berettyű újfajúi uszodáról szóló kormányrendelet szerepel. A bajainál 0 forint van mellé rendelve, a berettyű újfalunál pedig majdnem 1,5 milliárd forint. Annyi szerepel mindössze benne, hogy a kormány felhívja a Nemzeti Fejlesztési Minisztert, hogy vizsgálja meg a beruházás megvalósításának a feltételeit. Hogyha valaki 20 éve képviselő kormányon van, ő maga is egy államtitkár, ő maga is kérheti erre a Fejlesztési Minisztert, illetve kérhette volna már évekkel ezelőtt, ezt nem tette meg. A bajai sportuszoda fejlesztése, bővítése, illetve a bajai élményfürdő, konkrétan a bajai élményfürdő miért nem fog itt megvalósulni? Miért marad csak ígéret? Azért, mert nem reális. Baján, itt a Petőfi-szigeten élményfürdőt, ezt már több mint 10 éve tudott, nem lehet gazdaságosan üzemeltetni, mégpedig azért, mert ahhoz, hogy ezt lehessen, ehhez több mint 2000 autónak kell oda-vissza elhaladni a belvároson, és ezen a kis hídon keresztül ennyi embert kell hozni, ez képtelenség. Hogyha már ígér, kampányba ígér, akkor olyat ígérjen, ami reális, lenne reális cél, reális fejlesztési lehetőség. Például az évtizede, másfél évtizede itt Baja belvárosában csúfolkod úgynevezett Interspar telket, ami a Bajcsi és a Sugavica között található, megvásárolhatna a város, és odaépíthetne részben fedett medencés élményfürdőt, ez egy nagyszerű terv lenne, ezt sem kampányban kellene bejelenteni. Én azt mondom a bajaiaknak, hogy ne engedjék átejteni magukat egy ilyen kampányfogással, lássanak át ezen a trükkön. Hogyha egy politikus az utolsó héten szallagot vág át, és átad egy új úszodát, akkor azt még a jobb érzésű emberek elfogadják, mondják, hogy hamarabb kellett volna. 20 év után egy ígérettel, egy ennyire üres ígérettel, ennyire irreális ígérettel kampányolni, ez a bajaiaknak az átverése, ezt nem szabad bevenniük.